Tudjátok, amikor Jézus itt járt a földön, és tömegek követték őt, és eljött egy nap, amikor azt mondta, hogy aki nem eszi az én húsomat, és nem issza az én véremet, nincs abban élet. És el tudjátok képzelni a vallásos zsidó embereket, amikor ezt meghallották, hogy ez azt akarja ez a tanító, hogy mi az ő húsát megegyük, és megígyük az ő vérét. Micsoda okkultizmus ez? Mondanánk mi ma? Nem? Hogyha valaki jönne egy ilyen hasonló jellegű dolgokkal, hogy ha követni akarod Istent, akkor valami hasonló dolgot kell tenned. Mi is megbotránkoznánk azonnal, igaz? Számunkra olyan természetes az, hogy mi vesszük az Úrnak a vérét és az ő testét, hogy megemlékezzünk arról, amit értünk tett a kereszten, így van? De sokszor mégsem fogjuk fel azt, hogy mi ennek a jelentősége. Nem értettük még meg azt sokszor, hogy Jézus Krisztus tényleg bennünk él. Annyira ki akart ezt fejezni az Úr, és annyira egyé akart velünk válni, hogy azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amíg én visszatérek. Miért? Azért, mert meg kell, hogy élj, testvérem, hogy Jézus és te, ez már nem két személy. Igen, Jézus ma is ott ül az Atya jobbján, de mondok neked egy titkot, ezért ülsz te is ott az Atya jobbján ma. Mert Jézus és te teljesen egyé váltál az új teremtésben. Fantasztikus dolog ez. És én tényleg ezért imádkozom, hogy mindnyájan megértsük ennek a mélységeit, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus belénk költözött, és az Úr semmit nem akar cselekedni nélküled. Mi sokszor imádkozunk dolgokat, Uram, tedd meg ezt, tedd meg azt. De tudjátok, Isten a legtöbb dolgot a világon rajtod meg rajtam keresztül szeretné elvégezni. Amen. A Szent Szellem által. Ez nem azt jelenti, hogy mi emberi erővel és emberi hatalommal fogunk itt keménykedni, hanem azt jelenti, hogy beletesszük a mi kezeinket, az ő kezébe az egyik kezünket, a Szent Szellem kezébe a másikat, és mint munkatársa tudunk vele menni együtt. De teljesen egyként. Itt vagytok? Testvéreim, ennek az ideje van, hogy megértsük, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus bennünk él. Olyan nagy a csend, hogy a légy zümmögését is hallom. Valami új dolgot mondtam nektek ma? Jézus Krisztus bennünk él. És akárhányszor vesszük az úrvacsorát, meg kell, hogy értsd, hogy te Jézusnak a vérét megiszod ma. Azért, hogy a te ereidben csörgedezzen a Jézus vére. Az ő testét azért eszed meg, hogy a te testeddel egyé váljon az ő teste. Egyszer, plusz még egyé váljál az ő testével. Akik ti vagytok, és én. Tudtátok, hogy Jézusnak csak egy darab teste van? Neked hány darab tested van? Nekem egy. Egyet kaptam az Úrtól, de még Jézusnak is csak egy van a világon, egyetlen teste van. Ennek vagyunk mindnyájan részei. Amen. És kérdezik néhányan közül, vagy az emberek közül, akikkel beszélgetünk, hogy ti még gyülekezethez tartoztok? Hát a tietekhez. Hát még sose láttalak. Értitek? Tehát kijelentés kell hozzá, hogy mi mindnyájan ugyanahhoz a testhez tartozunk. És amikor ezt megértjük, akkor már nem kis királyságokban fogunk gondolkodni, hanem a Krisztusnak a testében. És ott egyetlen egy a lényeg, hogy csörgedezik-e a Jézus vére a mi ereinkben. Hogy részünké vált az ő teste, és mi az ő testének részei lettünk. Mert ha igen, akkor egy és ugyanahhoz a családhoz tartozunk. Amen. Jézusért.
És ez a szövetség, ez te rád is, meg én rám is vonatkozik. Amen. Tudjátok, és erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani, mert nagyon nagy tév úton jár, nagyon sok gyülekezet és nagyon sok hívő testvérünk az úrvacsorával kapcsolatban. Olyan szintű a rettegés az egyházban azért, hogy nehogy átkot vegyenek magukhoz a testvéreink, hogyha méltatlanul veszik magukhoz Jézus testét és a vérét, hogy félelemmel veszik, vagy nem veszik egyáltalán. De ha félelemmel veszik, az bűn. Tudtátok, hogy lehet úrvacsorát venni? Bűn? Ugye ez teljesen rendben van. Ezt tudjuk mindnyájan. Lehet bűn. Hogyha méltatlanul veszed magad, annyiszor hallottuk már. De lehet bűn adakozni is. Lehet bűn Isten tiszteletre jönni. Hú, megint milyen nagy a csend. Lehet bűn minden, ami nem hitből van. Ezt írja a Biblia. Ami nem hitből van, az bűn. És tudjátok, az ördög pontosan ezt akarja, hogy te ne hittel vedd az úrvacsorát, hanem mindig ott legyen egy kétely benned, hogy vajon minden bűnömet megvallottam az Úr előtt? És mi van, ha egy kimaradt? Átok. Nincs mese, jön az átok. És tudjátok mit? Jön az átok. Tényleg. Miért? Mert ezt elhisszük. Mert ebben hiszünk. Ez teszi működővé a történetet. És aztán jövünk, hogy Csaba, imádkozz értem, mert olyan rossz dolgok történtek. Lehet, hogy nem vallottam meg valamit az úrvacsora előtt. És ezért szeretném veletek mindnyájatokkal egyszerre ezt megosztani, hogy ne kelljen egyenként mindannyiótokkal erről elbeszélgetni, hogy miért írja ezt a Biblia, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Ugye írja a korintusi levélben, hogy amikor összejöttök, annak több a kára, mint a haszna. Mert amikor összejöttök, akkor mindenki előveszi, a gazdagok elővették a nagy elemózsiás tarisznyájukat, és elkezdtek ott lakmározni, elővették a füstölt kolbászt, a sonkát, a tojást, ezt, azt, mindent kipakoltak. És voltak mellettük ülő testvérek, akik csak itt tolták vissza a nyálukat a szájukba. Nem volt egy falat kenyerük, hogy amit megehettek volna. És azok a testvérek, akik ott dőzsöltek és dorbézoltak, egy szelet kenyeret nem adtak oda annak, aki mellettük ott éhezett. És erre mondja Pál apostol, hogy ez nem méltó Jézushoz. Ez nem méltó Jézushoz. És hogy vizsgáljátok meg magatokat, mielőtt az Úrnak jöttök az asztalához. Hogy különböztessük meg az étkezést. Hogy emlékezzünk meg arról, hogy miért is vesszük az úrvacsorát. Mert azt írja az ige, hogy aki nem becsüli meg az Úrnak a testét, arra jönnek ezek az átkok. Nagyon érdekes. Ott az ige nem azt írja, hogy a testét és a vérét. Nem az úrvacsorát nem becsüljük meg, hanem a Krisztusnak a testét. Egymást. Nem értékeljük. Nem tartjuk sokra. Értitek? Magunknak élünk még mindig. Ebben kell magunkat megvizsgálni. Értitek? Mert ez minden bűnnek a gyökere, az ego. Az, hogy nem számít semmi, csak hogy én jól legyek lakva. Nem számít semmi, csak az, ami velem, hogy nekem legyen jó. És nem érdekel, hogy a testvéreim körülöttem lehet, hogy éhen halnak. Na, erre vonatkozik az, hogy ebbe vizsgáljuk meg a szívünket. Értitek? És nem abból, hogy állandó önmarcangolásban legyünk, hogy jaj, vajon a gondolati bűnöket is megvallottam az Úrnak? Mi van, ha nem? Értitek? Az úrvacsorát Isten áldásként adta oda nekünk. Amen. Hogy ez áldás legyen a mi számunkra. És az is, hogyha mi hittel tudjuk ezt venni. Mert egy a lényeg, hogy mi mindent, ami a mennyből jön testvérén, minden ingyen ajándékba jött. Ha te megpróbálsz valamiért fizetni,
azért, ami a mennyből jön, már nem lehet a tied. Mert már nem kegyelemből van. Ha te fizethetnél bármiért, amit Isten neked ajándékozott, akkor büszke lehetnél arra, ha hát azért van nekem ennyi, mert ennyit letettem az asztalra. Én ezért megdolgoztam. Kiérdemeltem. Na ezért nem lehet a miénk. Ezért írja az ige is, hogyha ti a törvénynek, a cselekedeteinek a megtartásából akartok megigazolni, a kegyelemből kiestetek. Testvéreim, én nem akarok soha kiesni a kegyelemből. Ti hogy vagytok ezzel? Olyan jó nekem a kegyelemben. Olyan jó. Olyan jó. Olyan jó, hogy Isten még azt is megengedte, hogy hibázzunk időnként. Itt vagytok? Nem? Hallottam 3 áment. Testvéreim, ha nem tudsz hibázni, vagy nem akarsz hibázni, ennek azt jelenti, hogy te még nem ismerted meg a kegyelmet. Erről már beszéltem egy párszor. Nem baj, ha egy kicsit beszélek most erről, mert úgy érzem, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Nem kell semmiféle ilyen szertartásos dolgot csinálnunk, nekünk áradni kell a Szent Szellemmel. Amen. Erről már beszéltem egy párszor, de tudjátok, hogy mi különböztet meg egy asztalos mestert egy asztalos segédtől? Aki tudja, az nem mondja meg. Hányan nem tudjátok? Jó, oké. Oké, szuper, akkor aktuális. Tehát még egyszer, mi különböztet meg egy... De beszélhetnénk bármilyen szakmáról. Mi különböztet meg egy asztalos mestert egy asztalos segédtől? Az, hogy ő már sokkal többet hibázott. Ezért lett mester. Mert mert hibázni. Mert így lett mester. Tudta, hogy ne csinálja már, hogy legyen jó. Értitek? Ugyanígy van velünk Istennel. De tudjátok, mi sokszor nem merünk kilépni. Nem merünk elindulni félve attól, hogy mi van, ha elrontom. Mi van, ha nem sikerül. Mi van, ha az emberek meg fognak ítélni, hogyha én itt elkezdek táncolni. Testvéreim, én amikor táncolok és énekelek, az egy személynek szól, és ez nem te vagy. Ne haragudj! És nem azért teszem, hogy téged szórakoztassalak ezzel, hanem azért teszem, mert az a személy, akinek szól, ő mindent odaadott. Ő odaadta az utolsó csepp vérét. Ő odaadott mindent. Akkor én hogy ne adnék neki oda mindent? Az erőmet, az időmet, az energiámat, miért ne adnék bele mindent? Hiszen csak ez az egy életem van. Miért fognám vissza magamat? Tudjátok miért? Azért, mert félünk egymás véleményétől. Félünk attól, hogy mi van, hogyha a testvéreink rossz szemmel fognak ránk nézni. Mi van, hogyha el fognak utasítani, ha bántani fognak. Testvéreim, csak annyit mondok nektek, hogy köszöntelek a klubban. A testvéreid akkor is bántani fognak, hogyha ha te visszafogod magad. Akkor azért fognak téged bántani, mert visszafogtad magad. Ha nem fogtad magad vissza, akkor azért. Ha van rajtad sapka, akkor azért fognak megverni. Ha nincs, akkor azért, ugye, mint a viccben. A nyuszika. János, áldjon meg téged az Úr! Tudjátok, a Hári János testvérünket nagyon-nagyon szeretem, és fantasztikus az, hogy amikor együtt vagyunk az Úr jelenlétében, érzem, hogy a vízszint emelkedik. Szellemben. Érzékelem. És amikor elér egy pontot, János elkezd nevetni. Olyan, mint egy ilyen műszer, ami jelzi, hogy na, most már valami történik.
először, megmondom nektek őszintén, hogy amikor legelőször hosszú-hosszú évekkel ezelőtt ott voltak az első alkalmainkon, akkor nem tudtam megítélni, hogy ez az Úrtól van, vagy nem. Vagy a János csak úgy kicsit túlreagálja. De hogy így megismertem őt, nagyon-nagyon jól tudom, hogy szereted az Urat, János, és nagyon-nagyon fantasztikus az, hogy a szíved az Urat akarja teljes szívedből, és nem fogod vissza magadat. Halleluja! Testvéreim, tudjátok, ti is hallottátok már annyi minden történik az egyházban. És igen, voltak kiáradásai a Szent Szellemnek, amikor az emberek ugattak, nyávogtak, bégettek, sziszegtek. És én tudom azt, hogy ennek voltak olyan részei, amit nem a Szent Szellem generált. De volt olyan része is, ami hamisítatlan, mennyből jött, kenet volt. De ez nagy rész le lett folytva. Ez a dugó be lett dugva az üvegbe. És mindenki próbálja magát, már majdnem szétrobban az üveg, de akkor sem engedhetem el magam. Testvérem, ne ítéljük meg egymást, kérlek. De nem kell egymás előtt villognunk sem. Egy a lényeg, haszonra adatik a Szellemnek ajándéka. Így van, tehát az, hogyha téged betölt a Szent Szellem, annak mindig lesznek gyümölcsei. Amen. És ha téged már igazán töltött be a Szent Szellem, az tényleg úgy néz ki, mintha be lennél rúgva. Mintha nem lennél teljesen ugyanaz a személy. És ez embereknek csípni fogja a szemét. Komolyan. És emberek haragudni fognak rád, és meg fognak vetni téged. De nekünk magunknak kell megvizsgálni saját magunkat, hogy az, ami velem történik, az engem közelebb visz Jézushoz. Az még inkább besegít engem az ő jelenlétébe. Még közelebb kerül az én szívem az ő szívéhez. Vagy pedig csak hangoskodok. Értitek? Ezt mindenkinek saját maga kell, hogy megvizsgálja a szívét. Én ezt nem akarom megítélni, hogy na, ez bár biztos, hogy nem az Úrtól volt, mert ilyen nagyot senki se kiállt. Csak az ördög által. De miért ne kiállhatna? Így van. Testvéreim, meg kell szabaduljunk az egymástól való félelmeinktől, az egymás véleményétől való félelmeinktől. És ennek csak egyetlen útja van. És az, hogy te is csak egy személynek énekel. Egy személynek énekelj. Csak egy személynek táncolj. És az ő neve Jézus. Aki mindent odaadott. Érted? Ez az egyetlen útja, módja. És ne foglalkozz azzal, hogy ki mit gondol erről. Úgy fejezd ki a szereteted Isten felé, ahogy csak bírod. És tudod mit? Az Úr gyönyörködni fog benne. Mert Isten a szíveknek a vizsgálója. Mindig ott van előttem a Dávidnak a példája, amikor ott táncol a Fridlála előtt egy liberóba. Egy ilyen alsó kis, alsó nadrágszerű, pelenkaszerű valamiben. Tunikába, köszönöm, Éva. És ahogy ott táncol az Úr előtt, teljes szívéből. Mert Dávid ilyen volt. Dávid nem tudott félszívű ember lenni. És amikor tudjátok, Dávid nagy király lett, és mindenki felnézett rá, Isten akkor is azt a kis pásztorfiút látta, aki ott a pusztában pengeti a kis hárfáját, és neki énekel egyedül. És csak Istennek akar megfelelni. Itt vagytok. Amen. És tudjátok, amikor oda kellett Dávidnak állni, a Góliát elé, az a döntés nem ott született meg. Arra Isten nem ott készítette föl a Dávidot a csatatéren, már sokkal hamarabb. Bemutatkozott neki, Dávid, én vagyok a te teremtőd. És ahogy Dávid napról napra imádta őt, ahogy dicsőítette őt,
ahogy az ő jelenlétébe bement egyre mélyebbre, az ő Istene egyre nagyobb lett, az ő Istene egyre erősebb lett, hatalmas lett, mindenható lett. És amikor oda eljött a nap, amikor meg kellett állni a Góliát előtt, kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy átkozni meri az élő Isten seregét. Miért? Mert Dávid ilyen hegyke, legényke volt? Nem. Hanem volt egy hatalmas Istene. És tudod, te is, testvérem, amikor bajba vagy és problémába vagy, akkor meg kell ismerned őt. Be kell, hogy menj az ő jelenlétébe. Kell, hogy felemeld őt, hogy magasztald őt, hogy ahogy magasztalod őt, ő egyre nagyobb lesz az életed fölött. Ő egyre mindenhatóbb lesz, a te Istened lesz. Mert hallunk csodálatos bizonyságokat, és még irigyeljük is sokszor, hogy Uram, de jó lenne, ha én is így járhatnék veled. Sokszor irigyeljük egymástól. De tudod mit? Ugyanaz a kegyelem neked is adatott. Sőt, mondok nektek valamit. Dávid a Szent Szellemnek csak egy bizonyos mértékét kapta. Dávid soha nem tapasztalta meg az újjászületés csodáját. Belelátott, Isten beengedni látta ugyan az ő királyságába, de soha nem született újjá. Mert az egyedül a Jézus vérén keresztül lehetséges. És csak a Jézus vére után lett az új teremtés. Dávid kapott egy mértékét a Szent Szellemnek, amit ő maximálisan kihasznált azáltal, hogy imádta őt éjjel és nappal. És egyszer nagyon mélyen volt, egyszer nagyon magasan volt, de azt mondta, amikor mélyen volt, még ha halál árnyékának völgyében járok is. Nem félek a gonosztól. Nem azért, mert én vagyok a hegyke Dávid gyerek, hanem azért, mert te velem vagy. Az az Isten, akivel odaálltam Góliát elé. Az az Isten, aki soha nem hagyott még cserben. És tudjátok, amikor Dávid ott állt, és mondták neki, van itt egy legényke, akinek nagyon magabiztos a tekintete a Góliát felől. De mindenkinek remegett a lába, keze, minden a Góliáttól. És akkor behívatta Saul a sátrába. Azt mondja, nézd, vedd fel ezt a gyönyörű páncélt, ezt a páncélinget, hogy majd ebbe álljál meg a Góliát elő. Tehát hogy néz ki ez a kis ruha, ami rajtad van? Mit mondott a Dávid? Ez nem nekem való. Ez nem rám van szabva. Ebben én nem tudok mozogni. Nem ez az, amiért Isten a kezembe fogja adni a Góliátot. Nem a te ruhád. És tudjátok, testvéreim, most is ez az idő van. Sokszor próbálják ránk adni az előző generációknak a ruháit. Próbálják ránk adni azokat a győzelmeket, amiket 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt megharcoltak a mi elődeink. A mi szüleink, nagyszüleink. És győzelmekbe mentek bele. De ez már nem a mi időnk. Isten be akar minket vonni közel magához. És testvérem, ehhez neked nem kell a Saul páncélinge. Elég neked az a öt kis kövecske, amit fölveszel a patakmederből. És elég neked az az Isten, aki mindig ott van veled. Testvéreim, meg kell, hogy éljük végre azt, hogy már nem az határoz meg bennünket, amit egymásról gondolunk. Nem az határoz meg bennünket, amit mások gondolnak rólunk. Az határoz meg minket, amit Jézus gondol rólunk. És amit Isten gondol rólunk, ami mennyei édesapánk. Amen. Ezt kell megismerni. Mert ha ezt megismerjük, akkor kicsoda lehet ellenünk, ha az Úr velünk van. Testvéreim, egy ember, egy. Ez nem feltétlenül a Gégin Csaba, de akár. Egy ember, aki Istennel jár, mindig túlerőben van.
Köszönöm, Zsolt, az áment. Még egyszer elmondom, most magyarul. Mert lehet, sokan nem értettétek meg. Egy ember, egy, aki Istennel jár, mindig túlerőben van. Lásd, Mózes. Ott állt, ugye, a csipkebokor előtt, dadogó nyelvvel, és azt mondja Isten, hogy téged foglak elküldeni, hogy megszabadítsd az én népemet. Az akkori időknek a legmodernebb haditechnikájával rendelkező országából. És ki fogsz vezetni 1,5 millió embert? Egyedül. És akkor elkezdte mondani az indokait a Mózes. És aztán azt mondta neki az Úr, hogy mi van a kezedben, Mózes? Azt mondja, hát egy pásztorbot. Azt mondja, Isten, nekem ez elég. Csak járjál velem. Testvérem, nem változott meg Isten. Ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Testvérem, most, ami nálad van, ami a kezeidben van, az elég Istennek ahhoz, hogy neked győzelmet hozzon az életedbe. Nem csak a te számodra, hanem még a környezeted számára is. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Testvéreim, nekünk le kell a fókuszunkat venni most már saját magunkról. A mi szükségeinkről, a mi gyengeségeinkről, a mi alkalmatlanságainkról. És el kell kezdeni keresni az odafelvalókat. És ehhez nagyon fontos az úrvacsora. Hogy megértsük ennek a lényegét. Hogy már ne vallásos görcsölésről szóljon az életünk, hanem azonosulásról szóljon. A Jézus győzelmével. Testvérem, én már nem a győzelem felé haladok. Én már a Jézus győzelméből indulok el reggel, ahogy lelépek az ágyról. Itt vagytok? A győzelem már a miénk Jézusban. Nem az lesz majd, hogyha elég keményen vagdosod a filiszteusokat. És annyi testvéremét látom, hogy vért izzadva. Igen, van helye annak, amikor ellene kell állni az ellenségnek. Mint ahogy most is az alkalom elején. Vannak idők, amikor igen, érzünk egy szellemi nyomást, egy szellemi ellenállást. De a győzelem akkor is a miénk. Ez olyan testvérem, mintha lenne egy világbajnokságon az utolsó döntő, foci világbajnokságon, és úgy mennél fel a pályára, hogy már tudod, hogy mi lesz a végeredmény. Végig játsszuk a meccset, és beleadunk mindent, de már tudjuk akkor is, hogy mi vagyunk a győztesek. És úgy játszod végig a meccset, hogy fülig érhet a szád. És rámosolyoghatsz az ellenfélre, hogy esélyed sincsen. Értitek? Na így kell nekünk élni. Mert Jézus győzött. Biztosan már sokan hallottátok, amikor megkérdeztétek tőlem, hogy Csaba, hogy vagy? Mondom, nagyon jó vagyok. Nem érdemes rosszul lenni. Mert Jézus már győzött. Testvérem, most már te döntheted el, hogy hogy vagy. Megint nagy a csend. Nem baj. Nem baj. Miért te döntheted el, hogy hogy vagy? Azért, mert már minden a tied lett Jézusban. A kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk-e ezt elfogadni igazságként a mi saját életünkre. Tudjátok, az a legnagyobb baj, amikor mi inkább hiszünk a szemünknek, a fülünknek, az érzelmeinknek, érzéseinknek, mint az Isten beszédének. Mert amikor elkezdünk tudni azonosulni az ő szavával, amikor elkezdjük elhinni annak ellenére, amit érzünk, hogy én ezt érzem, én szörnyen érzem most magam. De ez nem az igazság. Mert az igazság az egy személy. És az ő neve Jézus. Ő az igazság. És amikor te elkezdesz Jézussal azonosulni, amikor egyé válsz ő vele, amikor nem fogadod el
a verességet már. Amikor nem azonosulsz az ellenség hazugságaival, hanem Jézussal azonosulsz minden körülmények között, akkor tudod mit? Az életkörülményeid elkezdenek megváltozni. Mert az életkörülményeid mindig abba az irányba változnak, ahol a te hited van. És ez lehet negatív is. Nagyon sok embernek negatív hite van. Ezt hívjuk félelemnek. A félelem egy negatív hit. Egy hamis meggyőződés a valóságról. Köszönöm, Zsolt. Így van. Mert tényleg így van. Figyeljetek ide, elmondom, most csak mondok nektek egy példát. Képzeljétek el, mindannyiótoknak jó a fantáziája. Így van? Köszönöm, Zsolt. Most képzeld el azt, hogy fekszel az ágyadban, hajnal 2 óra van. Síri csend. Egyszer csak arra kelsz föl, hogy a földszinten egy ilyen ablakcsörömpölés. Betört az ablak. Egyből. Beindul a fejedbe egy ilyen vetítés. Hogy mi történhet most, nem látod, nem vagy vele tisztában, de már valami elindul. Egy félelem próbál rajtad úrrá lenni, és már, és ha még ehhez még jön egy-két plusz hang, mondjuk valaki belép így az üvegcserepekre. Értitek? Akkor már össze is raktunk egy képet. Betörő van a házban. Betörő van a házban. Így van? Ez így működünk, hogy képeket állítunk össze magunknak az alapján, amit hallunk, látunk, érzünk. Különböző képek alakulnak ki bennünk. Igen, mondjuk a macska volt, vagy mit tudom én, éjszaka fociztak a szomszéd gyerekek, és berúgták a labdával az egyik ablakot. Vagy csak annyi lehet, hogy leesett az egyik kép a falról, és ott összetört rajta az üveg. De te már látod a betörőt, látod azt, hogy jön a nagy késsel a kezébe, és már szinte jön föl a lépcsőn feléd. Na, miért mondtam ezt el? Azért, mert ugyanígy vagyunk sokszor. Nem fizeti ki a főnököd a fizetésedet, és jön az első kép, op, megyünk a híd alá jövő hónapba. Komolyan? Mert már végig vezeted azonnal a fejedben, hogy nem fogom tudni kifizetni a számlámat, minden szörnyűség fog történni emiatt, és ez a cselekedet... Én recsegek valamit? Csak én lehet. Ah, innen jön ez hátulról. Jó van, működik. Szóval mi az alapján, amik érnek bennünket ingerek, összerakunk különféle képeket a fejünkben, ami egy hitrendszerré válik. Ezért van az, hogy azok az emberek, akiket folyamatosan érnek ilyen hatások, sokszor egy nagyon-nagyon rossz irányba kezdenek el történni velük dolgok. És nem értik, biztos átok van rajtam. Imádkozzatok értem, hogy ez az átok lekerüljön rólam. De legtöbbször nem erről van szó, hanem egy negatív hit kezdett el működni valahol. Valahol elkezdtük elhinni az ellenségnek a hazugságait. Ami odaül a válladra és suttogja, na, tessék, ez lesz a te véged. Ami most történt veled, most neked reszeltek. Eddig se volt könnyű, de most biztos lehetsz benne, hogy nincs tovább. Vagy jön az orvostól a hír, hogy ilyen vagy olyan betegséged van, és egyből már magadba le is vezetted teljesen, hogy ott fognak állni a sírodnál a hozzátartozóid könnyes szemekkel. Pedig még annyi, hogy találtak valamit az orvosok, amiben még ők sem biztosak, hogy mi lehet. Így van? Mert így működünk. Na igen ám, de akkor mi az ellenszere ennek? Mi az orvosság? Mi a megoldás?
Legelőször is azt, hogy nyissuk ki a Bibliánkat. Itt kezdődik el. Mert Isten beszéde... Nem, ide nyúlkálok a zsebem felé. Nem nyúlkálok akkor. Szóval, ahogy a negatív hit jön sokszor a szemeink által, a füleink által, az érzelmeink által, ugyanígy, hogyha Istennek a szavát megértjük, és eltalálja a szívünket, az bennünk kell, hogy teremtsen egy képet Istenről. Kell, hogy megértsem azt, ahogyan Istennel vagyok, ahogy az Úrral időt töltök, hogy én egy biztonságos helyen vagyok. Kell, hogy megértsem azt, hogy Isten, Isten. És ezért szoktam ezt mondani, hogy ha te Istened nem képes téged kihozni a problémáidból, akkor cseréld le egy nagyobbra. Mert az még nem az az Isten. Mert Isten minden problémánál hatalmasabb. Csak az Úr azt akarja, hogy mi megtanuljunk az ő szemszögéből látni a problémákat. Jól elkalandoztam az úrvacsorától, igaz? Majd visszatérek, igen. De higgyétek el, hogy nagyon fontos a kettő együtt, majd meglátjátok. Tehát, amikor mi megértjük Istennek a beszédét, és elkezdjük elhinni azt, akkor jönni fognak ugyanúgy különböző dolgok felénk, amiről Jézus is beszélt, hogy volt egy ház, ami a homokra épült, és volt egy, ami a kősziklára. Az egyiknél, az egyik ember nem vette komolyan az egészet, csak úgy építkezett a homokra. A másiknál is homokkal kezdődött a történet, csak ő először mélyre ásott. Leásott és megkereste a kősziklát. És erre kezdett el építkezni. Értitek? Mindannyiunk homokkal kezdjük. Mindannyiunk homokot hozunk magunkkal az újjászületésünkkor. A kérdés az, hogy... És a homok, tudjátok, hogy mit jelképez? Ez csak azt a testi életet, amiben eddig is éltünk. Mert lehet úgy egy hívő életet élni, mint ahogy a világban éltél, csak most már a kis Jézus ott van a polcodon. Most ezt értsétek jól. Tehát az életünkben lehet Jézus egy kis valamilyen személy, aki már ott van egy dísztárgyként az életünkben. De lehet az a kőszikla is, akire építjük az egész életünket. Itt vagytok? Na és itt kezdődik el. Hogy én kész vagyok-e arra, hogy Uram, én nem akarok már magamnak élni, mert amit magamnak éltem, az volt a homok, amit ide-oda sodor a szél, a víz, elmossa, és jobbra-balra vitte a szél az én, azt a homok életemet, amit éltem. De most már Jézus, rád szeretném építeni. Te vagy az a kőszikla, ami nem mozdul meg. És mi mélyre ástunk, és elkezdtünk erre építkezni. És itt kezdődik el a történet, hogy Istennek a beszéde igaz. Ez a kőszikla. Ez a kőszikla. Mert ha az ördög meg tud bennünket abban ingatni, hogy Isten nem igaz, hanem hazug, akkor már esélyünk sincsen arra, hogy mi hittel tudjunk az élet nehézségeinek neki menni. Tehát ott kezdődik el, hogy Isten igaz. Amen. A következő, hogy Isten jó. És csak jó. És nem rossz. Istenben nincs rossz, csak jó. De akkor miért érnek jó embereket, vagy keresztény embereket rossz dolgok? Hát azért, mert más befolyás is próbál szert tenni a te életedre, mint Isten. A kérdés az, hogy kinek a szavát fogadod el, kinek a szavára kezdesz el hitet építeni. Az egyik a kőszikla, amely soha nem mozdul meg, ez Jézus. Vagy a másik, ott van az ellenség, aki állandóan téged a homokhoz akar kötni. És a homokhoz akar, hogy ragaszkodjál. Élj a mának. Nem kell neked mélyre áskálni. Csak élj a mának. Most hogy érzed magad? Mindent aszerint dönts ma, ahogy érzed magad. Nem érzed jó magad? Ó, akkor tegyél róla. Nyomjál le vagy két felest. Érted? Érezd magad jobban. Csinálj magaddal valamit. Valamit tegyél azért, hogy jobban érezd magad.
És tudjátok, ez a könnyebb út mindig, a homok az mindig a könnyebb út. Mert az mindig annyi, ami ma van. Ma, most kell. Jézus meg azt mondja, járj velem. Én nem egy éjszakás kalandra vágyom veled. Az ördög mindig egy éjszakás kalandokba akar téged bevinni. Gyere! Érzed, mennyire erős benned a vágy, a szexuális vágyak. Gyere, itt van, bekapcsolod a számítógépet, pornográfia hegyek, ott vannak egyből. Egy kattintás. Most, mert most vágysz rá. Nem érzed? És az ördög most akar téged, hogy jaj, most érezd magad. És tudod mit? Egy pillanatra lehet, hogy jobban is fogod magad érezni. De utána sokkal-sokkal rosszabbul. Miért? Mert jönnek a szelek, jönnek az árvizek, mind a két háznak neki ütköznek, és az egyik megáll, másik összeomlik. Így van. És aztán összedől a ház, és jön az ördög, szemmel veled, ha! Nézd meg, hol tartasz. Hova jutottál? Akkor már nem azt mondja, hogy gyere, figyelj, most én itt vagyok veled. Gyere, majd együtt megoldjuk valahogy. Nem. Az ördög odaáll és kőkeményen vádol, hogy te utolsó, te bűnös, te semmire kellő, semmire való. És akkor is, tudjátok mit? Akkor is ott van a kegyelem. Akkor is dönthetünk Jézus mellett. Akkor is mondhatjuk azt, hogy igen, elestem ugyan, de felkelek. És Jézus, te még mindig ugyanúgy állsz kitárt karokkal. Mert a te véred még mindig ugyanúgy kifolyt értem. És ezt nem vonod vissza. Jézus soha nem fogja visszavonni tőlünk azt, amit értünk odaadott. Tudjátok, de van egy kegyelem korszak, aminek lesz egy vége, nem sokára. De most még nem értünk a végére. Ne várjuk meg ezt. Ne várjuk meg ezt, hanem éljünk azzal, hogy kősziklára tudjuk építeni a házunkat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy olvasom a Bibliámat, és tudatosan úgy olvasom, hogy Istenem, ez a te beszéded, és a te beszédedet te fölé emelted a saját nevednek is. Igen, de mi van, ha olyan emberek írták ezt a Bibliát, meg olyan sokan írták, hogy mi van, ha belekerültek olyanok, akik nem is az Úrtól vannak, meg mindenféle emberek, és mi van, ha egyes dolgok benne nem az Úrtól vannak. Na pontosan ez az ördög terv, ez a következő stratégiája. Megint mi a cél? A kételkedés. Hogy te kételkedj abban, hogy Isten igaz, és abban, hogy Isten jó. Itt vagytok? És ezért van az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok hívő testvérünk van most, akik úgy élik az életüket, hogy van egy mindenható sátán, aki ott van minden sarokban, minden ajtó mögött leselkedik, minden az utca sarkokon, mindenütt, és neked folyamatosan úgy kell közlekedned, mint a csótányok a szőnyeg alatt, hogy valahol, valamikor a démonok rád ne ugorjanak, és leuraljanak azonnal. Tehát van egy mindenható sátán, meg egy tehetetlen Isten, aki hát, most valljuk be, többször nem, mint igen segít. Ő nekik úgy érzik, úgy élik ezt meg. De ez az egész egy hatalmas hazugság, mert ez nem így van. A kérdés az, hogy te mibe hiszel. Figyeljetek ide, amire fókuszálsz, amire figyelsz, az erősödik meg benned. Nagyon sok gyülekezet bűnközpontú. És ezért folyamatosan a bűn, a bűn, a bűn, és a bűnről beszélnek, a bűn van a fókuszban, hogy a bűntől kell a bűnösöknek megszabadulni a bűntetés elől. De mindig a bűnről van szó. És ez az emberekben azt okozza, hogy én egy bűnös vagyok. Ez az alapfelállás. Ha én egy bűnös vagyok, akkor nem lehetek ennél több. És amikor én nehéz napokat élek át, ezzel azonosultam, mint bűnös, tehát én nem is próbálok meg más lenni, hanem engem a bűneim egyre mélyebbre és mélyebbre, mint egy örvény fognak bedarálni. Mert amire figyelsz, az erősödik meg benned. De, ha elhiszed Isten szavát, ami azt mondja,
hogy te Isten igazsága lettél Jézus Krisztusban. Köszönöm ezt a két ámen. Három. Köszönöm. Isten igazsága lettél Jézus Krisztusban. Mit jelent ez? Az, hogy, de erről már annyit beszéltünk, de nem baj. Még tudtok figyelni egy picit? Amen. Nem. Halleluja. Na, hol tartottam egy pillanat, elvesztettem a fonalat. Igen, tehát Isten igazsága lettél Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy Jézus azonosult a te bűneiddel teljesen. Egyé vált vele. Ő maga lett a te bűneiddé. Azért, hogy te azonosulhass az ő igazságával. Hogyha te behívtad Jézust a szívedbe, és itt jön be az úrvacsoráról való üzenet. Ez nem csak annyit jelent, hogy én elmondtam egyszer egy imát. Jézus, jöjj a szívembe, legyél az életem ura, szeretnék neked tetsző életet élni, segíts nekem, bocsáss meg a bűneimet. Ez egy fantasztikus dolog, és mindnyájunk számára szükségünk van, hogy legyen egy pont, ahol húzunk egy vonalat, hogy idáig volt a régi természet, innentől egy új teremtés. És itt jön be az, hogy meg kell, hogy értsük azt, hogy Jézus Krisztus beköltözött a szívünkbe. Egyé akar velünk teljesen válni, de ez nem úgy működik, hogy mi pedálozunk, és izomból, ilyen izzadság szaggal próbálunk mindent kipipálni, amit a Biblia megkövetel. Mert nagyon sokáig mi is így csináltuk, valljuk be őszintén. Igaz? És amikor úgy érezted, hogy már majdnem mindenki van pipálva, akkor már volt egy ilyen kicsit megmelegedett a szíved, hogy Uram, itt vagyok előtted, és dicsérlek téged, most már méltó vagyok, úgy érzem. És akkor rájössz, és jön az ördög, és azt mondja, na de az a három dolog nincs kipipálva. Jó, tényleg. És jön a vádlás, a kárhoztatás. Mégse vagyok méltó, hogy Isten elé jöjjek. Mert Isten elé, a Szent Isten elé csak szentek jöhetnek. És megvan írva, hogy szentek legyetek, mint ahogy én szent vagyok. Na, ezt próbáld meg megcsinálni. Szerintem, ha 100 életünk lenne, is kevés lenne, hogyha ezt emberi, lehetetlen, szóval nem is kell ebbe belemenni, nem is akarom tényleg ezzel az időt húzni, de nem ez a módja, hanem egyetlen módja van. Az, hogy belelépsz Jézusba. És olyan, mint mikor egy buborék, vagy egy ilyen erőtér, vagy nem is tudom, minek nevezzem, mint ha belelépnél egy ilyen buborékba, plup, és akkor már benne vagy. Mindenki ugyanúgy lát téged, mint azelőtt, mert ez egy úgymond láthatatlan buborék most, a mennyben nagyon jól látszik egyébként. Mindenki most csak téged lát, de amikor te jössz Isten elé, a mennyei édesapád elé, akkor ő meg a buborékot látja, ami jön felé. Itt vagytok? És ahogy közeledik ez a buborék, egyre jobban látszik a te arcod is. Egyre jobban látszol te is. És amikor oda közelélsz hozzá, akkor az atya feláll a trónjára, és azt mondja, köszöntelek, fiam vagy lányom. És nem a te gyengeségeidet látja, nem a te hiányosságaidat, hanem a Jézus Krisztusnak a győzelmét. Jézusnak a vérét, mert az alkotja ezt a buborékot. Érted? És te ezen belül vagy. De ez csak az egyik része. A másik része viszont az, hogy Jézus nem mint egy buborék, hanem úgy, mint egy hús és vér benned. A te húsod, a te véred akar lenni. Érted? A te gondolataidnak része akar lenni. A te érzelmeidnek, az érzelemvilágodnak, a boldogságodnak Jézus része akar lenni. Hogyan? Az új teremtés által. Ami hozzá van kötve közvetlenül a mennyországhoz.
be van kompatibilis vele, mint egy szoftver a hardware-rel. Ilyenkor, na, maradsz már. Értitek? Ez olyan, mint egy számítógép program, ami csak egy megfelelő eszközön működik. Na, ilyen az új teremtés. A bűnös természetünk nem tud becsatlakozni a mennyei valósághoz, mert nem kompatibilis vele. Itt vagytok? De ezért születtünk mi újjá. Hogy Jézus beköltözzön a szívünkbe, és az életünk része legyen. De még mindig ott vagyunk, hogy a hitünket az Isten szavára kell felépítenünk. Így van? És még mindig jönnek rossz dolgok, még mindig próbál az ellenség kijutni a nyerekből, még mindig jönnek ezek a dolgok, amik követelik a te figyelmedet. Jaj, és akkor jönnek az aggódások, a pánik, stb. Egyik oldalon, a másik oldalt pedig az Úr azt mondja, hogy gyere be az én nyugalmamba. Gyere, egyél velem. Egyél engem. Válj egyé velem. Csendesedj el. Mert én itt vagyok. És fölött állok minden problémádnak. Jaj, de hát, Uram, hát nem látod? Mi minden történik velem? Istenem, Uram, segíts! És csodálkozunk rajta, hogy ezekre az imákra miért nem jön válasz. Mert ami nem hitből van, az bűn. Most nem akarok senkit károsztatni azért, hogy de az imánk is lehet bűn. Jó, most aztán van csend. Ne vedd károsztatásnak, de akkor is ez az Isten igéje, hogy ami hitből nincs, az bűn. Tehát aki Isten elé járul, azt írja a Biblia, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt kérik. Hinnie kell! Amen. Na de ezért tett minket Isten fiaivá és lányaivá, hogy megértsük azt, hogy nekünk van helyünk az atyai háznál. Nekünk van egy örökségünk Istennél. A Biblia azt mondja, hogy Istennek minden igazsága igenné és ámenné lett Jézus Krisztusban. Plup. A buborékon belül. De ha te a buborékon kívül akarod élni az életedet, ne várd azt, hogy jönni fog az örökséged. Értsd meg, az örökséged Jézushoz van kötve. Vele kompatibilis. Érted? Az Isten ország, az Isten királyság, amiről múltkor beszéltünk, ez oda van kötve, az új teremtés, ez oda van kötve kőkeményen Jézushoz, mert az egész új teremtésünk Jézusról szól. Bennünk. Amen. És amikor mi elkezdjük elfogadni, elhinni, hogy Istenem, nem számít, hogy érzem magam, akkor is neked van igazad, és elkezded Isten magasztalni, mint hogy Dávid is tette, akkor eljön majd a nap, amikor neked is meg kell állnod a Góliáttal szembe. Mekkora csend van. Mert Góliátok mindenki számára jönnek. Mindenki számára. Van legalább egy az életében. És futunk a Góliát elől, vagy futunk a Góliát felé, ami Istenünkkel. Ez teljes mértékben azon fog múlni, ahogyan te ma jársz a te Isteneddel. Itt vagytok? Ezért próbálok titeket buzdítani, bátorítani. Testvéreim, minden a miénk Jézusban. Ne engedjétek, hogy az ördög az érzelmek által, a hazugságok által, a kételyek által kimozdítsanak benneteket az Isten szavaiból, hanem erősítsük meg a szívünket Istennek a beszédében. És ne arra törekedjünk, hogy a betűt betartsuk, mert ha erre törekszünk, ebben mindig el fogunk vérezni. Mindig. Amikor a kipipálásokat próbáljuk csinálni. Értsétek meg, az új karakter, az új teremtés nem úgy erősödik meg, és nem úgy fogsz megszabadulni a régi természetettől, hogy te minden áron erre koncentrálsz. Érted?
nem így fog működni, hanem úgy, hogy minél inkább azonosulsz Jézussal, minél inkább szemléled az ő dicsőségét, minél inkább ott vagy az ő jelenlétében, minél inkább gyönyörködsz benne, és tudod mit? Ezzel egy időben elkezd összesorvadni a te régi természeted. Az a sok gonoszság, az a sok minden, amit mindnyájan hoztunk magunkkal a régi életünkből, az egyre kisebb lesz, egyre erőtlenebb lesz. Sajnos soha nem veszítjük el, amíg ezen a földön vagyunk. Ezért még a testünket is meg fogja az Úr újítani. Egy új testet fogunk kapni tőle. Mert ez is része a teljes új embernek. Még ezt is meg fogja Isten újítani. De addig is, amíg ez bekövetkezik, addig is nekünk szellemben és igazságban kell imádnunk a mi Istenünket. Hittel. Belekapaszkodva az ő beszédébe, és nem arra törekedve, hogy betartsuk az ő szavát, hanem arra törekedve, hogy minél inkább azonosuljunk az ő fiával, Jézussal. Értitek? Tökéletlenül gyere bátran a kegyelem királyi trónja elé. Úgy, ahogy vagy. Mocskosan, büdösen, disznó ürülékétől bűzlően, mint a tékozló fiú, de gyere haza a te édesapádhoz. Mert amikor jössz, ő fut feléd. Ő szalad feléd. És nem mondja azt, hogy fúj, fiam, honnan jössz? Mosakodjál már meg. Addig ne is lássalak. Mert sokszor ezt próbálták nekünk tanítani. Hogy tedd rendbe magadat, és majd aztán gyere Isten elé. Nem. Gyere Istenhez így, ahogy vagy. Mert egyedüli hely, ahol rendbe tudsz jönni, ez az ő jelenléte. Ez az ő karjaiban van. Amikor érzed, hogy átölel. És amikor azt érzed, hogy méltatlan vagy rá. Amikor azt érzed, hogy Istenem, most azt érdemelném, hogy egy büdös nagy pofot lekeverjél nekem. És te most ölelsz át. Most mondod, hogy ennyire szeretsz, és hogy a legrosszabb napomon sem szeretsz kevésbé, mint a legjobb napomon. Mert Isten ilyen. És ha ő ilyen, testvéreim, akkor mi is lehetünk ilyenek. És én hiszem, hogy ez a következő esztendő erről fog szólni. Hogy megértjük Isten szívét, elhisszük az ő beszédét, és ennek a mesdjéjén elkezdünk a kősziklára építkezni. Amen. Halleluja. Mert azt írja a Biblia, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És most körülnézünk, és olyan kevés testvérünk van, aki cselekszik bármit is. Olyan kevés van. De nem baj, ez nekem csak azt mutatja, hogy meg kell, hogy ismerjük őt. Meg kell, hogy ismerjük őt. Mert Isten serege önként jelentkezik az ő sereggyűjtése napján. És én hiszem, hogy te és én ott leszünk a frontvonalon. Mert a célunk az, hogy megtérjen ez a magyar nemzet. A cél az, hogy ne menjenek a pokolba az emberek. A gyülekezet azokért van, akik nincsenek benne. Nem azokért van, akik már benne vannak. Igen, bárka. Meg egy csecsemő gondozó is. De nincs ezzel baj. Egy kiképző tábor is. Nincsen ezzel baj. De ne legyen egy ilyen áld meg klub. Amikor mindenki ül passzívan, minden vasárnap hallgatjuk Istennek a beszédét, és semmi nem változik. Tudjátok, a hit az mindig cselekszik. A hit az mindig csinál valamit. De ehhez meg kell, hogy ismerjük őt. Értitek? Ne azért csináljuk, mert nyomatnak minket, hogy tolnak, hogy gyerünk már, hanem azért, mert megismertük őt. És az ő feltámadásának az erejét. És ehhez a legfontosabb a Jézussal való azonosulásunk. Mert amikor ez megtörténik, senki sem állíthat meg téged. És legyünk szabadok egymás véleményétől, a dicséretben, az Istennek a Isten felé való szeretetünknek a kifejezésében. Amen.
és akkor meglátjátok, hogy a Szent Szellemet egyszerűen végig fog söpörni úgy közöttünk, hogy nem is fogjuk érteni, hogy Istenem, mi történik? De sokszor ezek a félelmek, ezek a gátlások, ez a sok, az ellenség próbál, mint egy pórázon tartani szöges nyakörvel a nyakadban. Nem mész te sehová. Nem így szólnak, hogyha meglátnak téged táncolni, vagy felemeled a kezedet, vagy tapsolsz. Nem, én ebből ki fogok törni. Mert én nem arra születtem, hogy kalitkába éljek, hanem azért, hogy szárnyaljak a felhők fölött. Erre születtem, és te is erre születtél. És testvéreim, hiszem, hogy mi mindnyájan megvan ez a lehetőségünk rá. De mindnyájunknak neked, én helyetted nem hozhatom meg azt a döntést, hogy hiszek Istennek. Én helyetted nem dönthetem el azt, hogy Jézus győzelmébe járjál. A saját életemre igen, de neked kell döntened a saját életed felől. Mert annyi minden van Istennél, és még annyira keveset tapasztaltunk meg. De én hiszem, hogy Istennek az a vágya, az a terve, hogy együtt éljük át az ő csodáit. Amen. Amen. Befejeztem, Éva már oda átült. Ne befolyásoljon. Tudom, csak vicceltem. Még az üzenethez kapcsolódva, hogyha úgy vagy itt most még, hogy nem ismerted még ezt a Jézust, aki mindent odaadott érted, és szeretnél te is az ő követője lenni. Szeretnéd átadni a szívedet neki. Szeretnél új teremtés lenni. Hogy ne úgy menjenek már a dolgaid, ahogy eddig. Hogy ne a homokra építsél, hanem a kősziklára. Akkor szeretnénk lehetőséget adni azok számára, akik erre vágynak. Hogy elmondjunk veled egy imát, és behívhatod Jézust a szívedbe, hogy legyen az életednek az Ura, és onnantól kezdve beleteszed a kezedet az ő kezébe, és mi hátra léphetünk, és csak gyönyörködhetünk ebben, hogy ti együtt hogy tudtok menni tovább az úton. Tehát ha van itt valaki, aki még nem ismeri ezt a Jézust, drága barátom, én nem vallásról beszélek itt, semmilyen szintű vallásról. Én egy személyről beszélek, aki mindent odaadott érted. Akinek nem volt drága az utolsó csepp vérét is odaadni azért, hogy visszaszerezzen téged az ellenség kezéből. Ha úgy vagy itt ma, hogy erre vágysz, és szeretnéd, akkor kérlek, emeld föl most itt a kezedet. És mi szeretnénk neked egy imában vezetni téged, együtt elmondani veled egy imát. Köszönöm felemelt kezedet. Hogyha van itt más, köszönöm. Hogyha van itt még más, bárki, aki itt vagy, ma ne menjél el úgy erről a helyről. Ne kezdődjön el úgy a következő esztendő, hogy egyedül mész tovább az úton. Mert Jézus itt van. Halleluja. Emeld még egyszer magasra a kezed. Köszönöm. Halleluja. Dicsőség Istennek ezekért a drága emberekért. Megkérhetnélek titeket, hogy ide előre jöttök? Együtt el fogunk mondani egy imát. Tudjátok, azt írja a Biblia, hogy aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. Gyertek bátran előre, jó? És csak itt álljatok meg velem szembe, jó? Itt, velem szembe. Jó? Ti is, aki még voltatok ott, azt hiszem ketten ott hátul, a sarokba. Segítsetek nekik, jó? Álljunk föl mindnyájan. Gyertek bátran előre. Halleluja. 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 Drága testvéreim és barátaim, ez az életünknek a legfontosabb döntése. Nincs ennél fontosabb dolog. Mert eddig mindnyájan úgy éltük az életünket, hogy egyedül próbáltuk megoldani az életünk problémáit. De Jézus itt van ma. És ő akar lenni az életetek ura és királya. És szeretnétek ma behívni őt a szívetekbe? Halleluja. Akkor mondani fogok egy imát, jó? És mondjátok velem. És ti is segíthettek nekik, jó? Mondjuk el együtt mindnyájan ezt az imát. Jézus, köszönöm neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Jézus, én vétkeztem ellened.
Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet. Szeretnék a mai naptól kezdve újjászületni. Veled járni. Egy új életre. Kérlek, jöjj a szívembe. Költözz be egy örökké valóságra. És legyél az életem ura, és királya. Sátán, a mai naptól kezdve én nem tartozom hozzád. Én csak Jézushoz tartozom. Istenem, köszönöm neked, hogy a te fiadban, Jézusban engem örökbe fogadtál. És a mai naptól kezdve a te fiatként jöhetek hozzád. És te soha nem fogsz engem elküldeni. Amen. Halleluja. Legyetek áldottak, meg a lehetlek. Isten áldjon meg. Halleluja. Isten áldjon meg titeket. Halleluja. Halleluja. Isten áldjon meg titeket. Halleluja. Köszönöm szépen. Szeretnénk majd egy kis bébit is majd bemutatni az Úrnak ma. De mindenek előtt most szeretnénk oda járulni majd az Úrnak az asztalához. Hálát adunk majd az Úrnak érte, jó? Hey! Nagyon szeretjük így venni az úrvacsorát, mert ennek van egy nagyon erős szimbóluma. Azt írja az Isten igéje, hogy Jézus Krisztus a mennyből leszállt kenyér. És mi mindnyájan ebből az egy kenyérből részesülünk, mindnyájan. Egy kenyérből. Testvéreim, ez egy szövetség, amit nem csak Istennel kötünk, hanem ahogy ugyanebből a kenyérből veszel te, és a melletted álló vagy ülő ember, ugyanúgy, ugyanabból a kenyérből kerül a te bensődbe, mint az övébe. Ez is egy szimbóluma annak, hogy ugyanaz a Jézus, aki a szomszédodban ott van, ugyanaz a Jézus van benned is. És ezért mi felelünk egymásért is. De ez egy szövetség. És Jézus azt mondta, hogy emlékezzetek meg arról, amit én értetek tettem. És tudjátok, hogy amikor Jézusnak összetörték a testét, és felszakították azok a korbácsütések, amit láttunk is itt, de ettől még sokkal szörnyűbb volt egyébként, akkor folyamatosan Jézus téged látott az ő szemei előtt. És mint bárány az ő nyírói előtt és az ő mészárosai előtt nem emelte föl az ő száját. Mert tudta, hogy te ma itt leszel. És így emlékezzünk meg arról, amit Jézus értünk tett. Tudjátok, ez egy karácsonyi összejövetel, és ugye a Jézusnak a születéséről kellett volna ma beszélni, sok helyen erről beszélnek, a bébi Jézusról. De én sokkal inkább a feltámadott Jézusról szeretnék ma beszélni, vagy szerettem volna nektek beszélni. Miért? Azért, mert ez a győzelem az, és ez is része, jó nehéz. Ez is része annak, hogy mi benne maradjunk az ő győzelmében. Amen. Tehát mit mondtam? Az ő parancsolatainak a betartása fontos? Nem. Az, hogy azonosuljunk vele. Hogy van egy ilyen mondás, ugye hallottátok már ezt, hogy az vagy, amit megeszel. Ugye? Mert azt te már soha nem látod viszont, amit egyszer megettél.
Más formában viszont fogod látni, de ugyanazt a rántott csirkecombot nem fogod már látni, mert az a tested részévé fog válni. Így van, az neked, vagy egy szelet zsíros kenyér, vagy mit tudom én, beszélnénk bármiről, de az neked erőt fog adni ahhoz, hogy el tud végezni a te dolgaidat. Így van? És a te tested részévé válik. Ugyanígy akar Jézus az életed részévé válni. És most adjunk hálát ezért, jó? Hogy mi egyé válhatunk, és megerősíthetjük ezt a szövetséget Jézussal és egymással. És hiszem, hogy ha beteg vagy ma, akkor ez az úrvacsora számodra gyógyulást fog hozni. Mert a Jézussal való azonosulásban ez is az örökséged része. Gyógyulás, szabadulás, boldogság, örömteli élet, és hogy betöltse az Úr minden szükségeteket az ő dicsőséges gazdagsága szerint, ahogy ezt ő megígérte. De testvéreim, nekünk kell elhinni az ő beszédét, és az alapján cselekedni. Amen. Drága mennyei atyám, hálát adok neked Jézusért, aki eljött, megszületett erre a világra, Uram. Angyalok hozták a hírt, hogy örüljetek és örvendezzetek, mert eljött a világ mindenható üdvözítője, aki megváltja a világot az ő bűneitől. Úr Jézus, köszönjük neked mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, Uram, hogy te engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a keresztfának a kén haláláig. Ezért lehetünk itt, Uram. Köszönjük, Jézus, hogy azért születhettünk újjá, hogy téged megismerjünk. Köszönöm, Jézus, hogy a te győzelmedben élhetünk, a te igazságodban járhatunk. Bátran jöhetünk a kegyelem királyi trónja elé azért, amit értünk tettél. Úr Jézus, mi szeretnénk olyanná válni, mint te. Mert minden tanítványnak elég, ha olyan lesz, mint az ő mestere. És Uram, mi pontosan ezt szeretnénk az életünkben. Azáltal, hogy azonosulunk veled, Uram. És kérlek, használj minket a te céljaidra, a te munkáidban, Uram. A te szereteteddel töltsd el a szíveinket. Uram, és én azért imádkozom, hogy minden egyes testvérem hittel tudja magához menni a te testedet és a te véredet, Uram. Hogy ez számunkra hozzon egészséget, bővölködő életet, szabadulást és egy örömteli, boldog életet Jézussal való szerelmi kapcsolatunkban. Uram, kérlek, add a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megismerhessünk téged. Köszönjük. Köszönjük a te megtört testedet, Uram. Legyen áldott a te neved ezért. Amen. Halleluja! Köszönjük, Jézus! Köszönjük a te megtört testedet. Halleluja! Ezt oda tegy... Nem baj ez. Tedd már oda le az asztalra, jó? Aha, meg egy pici boros poharat kérnék már, jó? Halleluja. Halleluja. Ezen a szokásunkon már változtattunk egy picit, higiéniai okokból. Régen úgy csináltuk, hogy egy hatalmas, nagy, literes, sörös korsóból vettük mindnyájan az úrvacsorát, hogy ugyanabból a vérből is ugyanúgy részesedünk, de igen, ugyanabból a flakonborból van mind. Tehát Jézusnak a vére ugyanúgy mindannyiunké. És a vérben van az élet. És hisszük, ahogy vesszük Jézusnak a vérét, úgy Jézusnak az életét is vesszük magunkhoz. Drága testvéreim, azonosuljunk ezzel. Az, hogy Jézusnak a vére ott áramlik a te ereidben. Dobban a szíved, és együtt dobbanhat a Jézus szívdobbanásával. Az ő élete
meg akar jelenni a te életeden keresztül. Meg akar jelenni a te családodban. Meg akar jelenni a te munkahelyeden, a te iskoládban. És mindenütt, a szomszédaid előtt. Át akar ragyogni, tündökölni rajtad. De el kell, hogy csendesedjünk előtte, és azonosuljunk azzal, aki ő. A feltámadott Jézussal. És így adjunk hálát most az ő kifolyt véréért. A szeplőtlen báránynak a véréért, aki feláldoztatott értünk. És tudjátok, ami mennyei édesapánk Jézuson töltötte ki minden haragját a te bűneid miatt. Mert annyira szeretett téged és engem. Mert egyetlen bűn sem lehet büntetés nélkül. De Jézus azt mondta, hogy atyám, én magamra veszem a világ bűneit. És ezért lehetünk itt ma mi, mindnyájan. Mert Jézus igent mondott az atyának. Drága Úr Jézus, köszönjük neked a te véredet, Uram. Hogy Uram, nem tartottad vissza egy pillanatra sem, hanem oda áldoztad mindannyiunkért magadat. És ezért emelt téged, Isten, minden név fölé, minden fejedelemség, hatalmasság és uraság fölé emelt téged az Atya, és adott neked olyan nevet, amely minden név fölött való. És mi is, Uram, térdet hajtunk előtted a mi szíveinkben, és elismerjük, hogy te vagy az Isten. Uram, legyen úgy, ahogy te akarod az életünkben. Legyél az életünknek az ura és királya. Uram, neked akarunk hinni. Mert nem ember vagy, hogy hazudjál nekünk. És te megígérted, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Soha nem kell már magányban élnünk. Soha nem kell már egyedül éreznünk magunkat, Jézus. Mert te ott vagy. Legyen áldott a te neved, a te kifolyt véredért, Uram. Amely megmosott minket, amely újját teremtett bennünket. Legyen áldott a te neved, Jézus. Amen. Amen. Az énekesek, ha vettétek az úrvacsorát, hogy vigyázzétek, jöttek majd énekelni velem. Szolgálat a földön, lemondott a dicsőségéről, s bár hatalmas teremtő, Istennel volt egyenlő, hozzánk hasonló ember lett testben, pedig király volt főpap a mennyben, önként lemondott. Minden átkot magára vett, és minden betegséget kiontott a vérét, értem, ki halált halt helyettem. Mikor lelkét ki lehelte a gonosz, azt hitte legyőzte, de lement a sírba, hogy halálába a háborút megnyerje.
mint parfümös olajat ez lesz a következő. Szeretném elmondani nektek, hogy minden CD ott van az asztalon, bármennyi összegért, amit a szívetekre helyezett az Úr, azt be tudjátok oda dobni, és vigyétek el a CD-t, és legyen áldásotokra, mert nem eladjuk, nem értékesítjük, hanem áldásként szeretnénk adni. Nyugodtan mehet ezen. Közben is beszéltek, hálalúja. És ezek a dalok mind az új albumának az Úr című albumon. Adjuk egy nagy tapsot Jézus Krisztusnak, hálálunk.